Sziasztok! Pörög a téli olimpia. Nekem is van pár olimpiai emlékem. Terror fenyegetettségről beszélünk itt az oroszországi olimpia kapcsán. Ez nálunk is előfordult, mind a négy olimpián volt szerencsém részt venni. Amúgy a nyári olimpiák valamennyire nagyobb események nyilván, mint a téli olimpiák, de hasonló a szisztéma, hasonló a szervezés metodikája, rendszere. Minden olimpián voltak pozitív és negatív élményeim természetesen, ezekből teljesség igénye nélkül egy párat elmesélni. Sydneyben az első olimpiámon az egy különleges élmény volt már maga, hogy milyen szuper helyszínen voltunk a világ egyik legszebb városában. A falu ehhez képest csalódás volt nekem, mert konténerekből állt nagy részt a sportolók háza, volt néhány rendes épület is, de ezek a papírvékony falak se győztek meg minket. Én pont egy ilyen papírházban voltam. Néhány csapattársam pedig konténerben. Úgyhogy az kicsit olyan munkásszállás jellegű volt. De ennek annyira persze hatalmas élmény a Sydney olimpia, és ott még a biztonság nem forgott annyira veszélyben. Talán azért is, ugye, mert azért elég elszeparált hely Ausztrália ahhoz, hogy olyan könnyen lehessen kibejárkálni bűnözőknek, mint mondjuk akár Európában, vagy Londonban sokkal nagyobb fenyegetettség volt, vagy legalábbis az az érzésünk volt. A másik olyan olimpia, ahol nagy biztonságban éreztük magunkat, az Kína volt. Egyrészt a több tízezer katona és rendőr miatt, másrészt a több százezer önkéntes miatt. Tényleg minden sarkon, mind a hangyák tucatnyi őr, rendőr, önkéntes próbálta vigyorogva segíteni a sportolók dolgát. Óriási 2x5-6 sávos kereszteződéseknél is ott álltak a semmi közepén, ahol aztán tényleg nem fog gyalogos elmenni és segítséget kérni. De ott álltak tucatjával és figyelték a rendet. Ami nagyon tetszett nekem ilyen szempontból Athénban, hogy ott nagyon sok rendőr volt valóban, és biztonságban éreztük magunkat, annak ellenére, hogy egy európai helyszín talán mindig kiemelten veszélyesebb. Ami nem tetszett Athénban az, hogy a nagy szárazság miatt elég ilyen kies olimpia volt. Mondjuk a csapadékkal sokkal jobban ellátott Peking vagy Londonhoz képest a környezet ezeken a helyeken gyönyörű volt és sokkal szebb. Úgyhogy minden olimpiának megvan az a rendszere, hogy leszállsz a repülőről, akkreditálod magad, úgymond igazolod magad, már ott ugye önkéntesek és rendőrök sokasága vesz körül, akkor eljutsz a faluba, még egyszer átmész a biztonsági ellenőrzésen. Egyébként érdekes, hogy a főbájárat az olyan az olimpiai faluban, mint egy repülőtéren, hogy átmész a csomagokkal is, meg te magad is a biztonsági ellenőrzésen. Viszont vannak kisebb bejáratok, ahol szintén megvan ez a fegyelem, de mégis valahogy kicsit lazábbnak éreztem, tehát fura volt, hogy a nagy központi bejárathoz képest egy kicsit enyhébb volt ez a készültségi fokozat a többiben, a többi kijáratnál. És bent a faluban, most Londonban, talán lehet, hogy azért, mert ez a bobik, ezek a tipikus angol egyen ruhás rendőrök voltak, de sokkal többnek tűntek, mint a korábbi olimpiák alkalmával. Úgyhogy nem tudom ennek mi az oka. Valószínűleg a beígért terror akciók miatt lehetett ez. Ugye most Oroszországban a téli olimpián ez még inkább durvább és erősebb. A volt tagköztársaságok politikai vonulatai miatt én elképzelem, hogy az orosz politikai vezetés milyen mennyiségű biztonsági erőt fog fölvonultatni minden egyes nap itt az olimpián. Úgyhogy mondom, a szeparáltság miatt talán, az elzártság miatt Ausztráliában és Kínában éreztem ezt a legkevésbé ezt a problémát. Európában, a két európai olimpián ez erősebb volt. Persze nekünk az úgymond unalmas hétköznapok, akár sportoló szempontból unalmas nyilván, hiszen egy-két barátom be tudott jutni az olimpiai faluba körülnézni, és nekik minden apró kis részlet hatalmas élmény volt. Nekünk, amikor megy egy ilyen edzőtábor jellegű többhetes programon a Berkeley, az nem annyira érdekes. Fölkelünk, együtt reggelizünk, elmegyünk edzésre együtt, utána vissza a faluba, együtt ebédelünk, délutáni pihenő, együtt vagyunk a taktikai megbeszélésen, a sportpszichológusos programon,
együtt megyünk megint edzésre, együtt megyünk utána vacsorázni, aztán mérkőzés napon hasonló program szerint, de akkor ugye kihegyezve a meccsre, tehát ez megy 2 hétig, néhol meg 3 hétig is van, is előfordul. Nem egy nagy izgalom, ráadásul mi elhatároztuk vízilabdások, hogy nem törődünk külső körülményekkel, ezért 4 olimpián egyszer sem voltam, képzeljétek el, sem nyitó, sem záró ünnepségem. Inkább edzettünk és készültünk a saját feladatunkra. Míg más csapat versenyén, más magyar versenyen sem nagyon tudtunk kijutni az edzésprogram miatt, inkább minden nap 2-szer edzettünk, amikor csak tehettük. Úszóversenyen voltunk, meg egyszer egy kézlabda meccsen, de ennyi volt a 4 olimpián összesen. Tényleg elenyésző. Úgyhogy ha egyszer visszamegyek majd szurkolóként a magyar csapat sikereiért, szorítóként, akkor biztos sok helyre el szeretnék majd jutni, de ez most nem volt jellemző. Úgyhogy van terrorfenyegetettség, ebben biztos vagyok, de az is biztos, hogy nagyon vigyáznak ránk, és nem éreztük magunkat igazán veszélyben az olimpián. Sziasztok! Bár mondjuk az egyik olimpia majdnem téli olimpiába fulladt, a londoni olimpia utolsó napján, amikor vége volt a versenyeknek, akkor a magyar sportolók a magyar épületben elkezdtek lazulni, bulizni.